fel kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt. Mert a csoda nem valamilyen égzengéses pillanat, mikor megnyílnak az egek, kürtök recsegnek, ködök szállanak, sírok felnyílnak, s a zűrzavarban felhangzik Isten szava. Nem. A csoda legtöbbször egészen csendes. Átmegy egyik szobából a másikba, s látsz valamit. Egy ember arc kifejezését, egy tárgy elhelyezését, s egyszerre feltárul előtted a tárgy igazi értelme és viszonya a világhoz. Egy ember hangját hallod, mint soha azelőtt, s a közömbös szavakon túl megérted az ember titkát. A csoda mindig ennyi csak. Nem belevakulni a valóságba, a mindennaposba. Látni azt, amit már oly gyakran láttál. Ez a képesség elhal a legtöbb emberben, mint ahogy a civilizált emberben elsatt nyúl bizonyos érzékszervek működési készsége. Például a szaglás. Lásd, szimatold a csodát, ott, ahol éppen van. Mindig a közeledben van. Legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani utána kezed.